Tisztelt ünneplő közösség, kedves Zsolt atya, szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép adventi alkalmon, advent 4. vasárnapján. Az advent a várakozás időszaka, felöltöztetjük a lelkünket, várjuk a karácsonyt, azt, hogy megszülessék a kis Jézus, és ilyenkor mérleget vonunk az esztendőről is, amely mögöttünk van. Belegondolunk abba, hogy milyen jó együtt lenni. Együtt van a család, békében, jó hangulatban készülünk a karácsonyi ünnepségre, és aztán el is jönnek azok a szép évvégi napok. És ilyenkor tudjuk azt, nyilván mindig érezzük is, hogy milyen nagy érték a béke, az egészség, az a szolid jólét, amiben él a magyarság, a családok összetartó ereje. És most különösen elmondhatjuk azt, hogy a béke bizony nagy érték. Közelünkben háború dúl, meglegyintett bennünket annak a pusztításnak a szele, amely már több száz magyar életét követelte. Itt van valahol a közelben, és elgondolkozunk azon, hogy milyen jó, hogy nem ért még ide, ne is érjen. Nagy érték a béke, és vigyázzunk rá. Belföldön és külföldön egyaránt. Merítsünk erőt a keresztény hitünkből, a család összetartó erejéből, a magyarságnak, mint közösségnek az összetartó erejéből. Én ezen gondolatok jegyében kívánok mindenkinek szép adventet, áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt. Köszönöm. Nagy öröm van a szívemben, hogy a magunk egyszerű körülményei között, de hogy advent 4. vasárnapján együtt lehetünk, és az a remény van bennem, hogy ezek a gyermekek, akik azt gondolom, hogy a mi szívünk mélyén rejlő gyermekkori karácsonyainkat is felidézték. Ezek a dalok majd ő bennük is ott lesz, amikor felnőttek lesznek, és amikor majd a gyermekeiknek és az unokáiknak mesélnek. Így itt a templomban az Isten felé fordítjuk a figyelmünket, és a karácsonynak az az üzenete, hogy a második isteni személy, a fiú emberré lett, fölvette a mi emberi természetünket, és karácsonykor ünnepeljük az ő földi születését. Az évféli misének az olvasmányából szeretnék egy részletet felolvasni, Izajás próféta könyvéből. A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támadt. Nagy újongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezült udat, sanyargatója botját összetöreted, mint Midián idejében. Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom, így fogják hívni, csodálatos tanácsadó, erős Isten, örök atya, béke fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége. Dávid trónján és királyságában, amelyet a jog és az igazság által megerősít, és megszilárdít mostantól fogva mindörökké. Ezt teszi a seregek urának féltő szeretete. Ilyenkor az advent időszakban az újszövetségi jövendőlések kerülnek előtérben. Mert Isten akkor, amikor kiválasztotta Izrael népét, akkor azért tette, hogy előkészítse az ő eljövetelét. Előkészítse azt, ami az emberiség életének a középpontja, mégpedig azt, hogy az Isten meglátogatja az emberiséget. Az Isten belép az emberi világunkba. És valóban ez a történelemnek a középpontja, amely majd abban teljesedik ki, hogy Jézus Krisztus nagypénteken meghal, de húsvét vasárnap föltámad. Ez a tény megváltoztatta az egész emberiségnek az életét. Mi, akik a halál sötétségében járunk, mi halandó emberek,
akik tudjuk, hogy egyszer majd a föld életünk véget ér, tudjuk azt, hogy csak az Isten az, aki bennünket ki tud emelni a sötétségből, csak az Isten az, aki örök élettel tud bennünket megajándékozni.